Kovács János karmester egyik legkedvesebb szerepében a zongora mögött. Korrepetítorként is pontos, következetes, nincs olyan eleme a partitúrának, amit ne ismerne. A karmesterképző elvégzését követően 1973-ban került az operához korrepetítorként. Annyira beleszerettem ebbe a munkába, zongora mellett játszani a darabot, együtt tanulni a darabot az énekesekkel, részt venni rendelkező próbán, ami a műfaj egyik legizgalmasabb része, hogy elhatároztam, hogy én leszek a világ legjobb korrepetitora, és fütyülök én a karmesterségre. Ezzel a tervével jól is haladt, csak hogy az élet, vagyis tapasztaltabb kollégái közbeszóltak. 1976-ban karmesterként szerződtette az opera. Az eltelt több mint 40 évben több ezer előadást vezényelt a színpadról és a zenekari árokból, szinte egytől egyig megkérdőjelezhetetlen minőségben. Nem véletlen, hogy az énekes művészek egyik kedvence. Tudja, szinte mintha énekes lenne, tudja, hogy mi mit érzünk, vagy mit hallunk a színpadon. Tehát közvetítőként segíti a zenészeket és az énekeseket is legjobb teljesítményük elérésében. Ezt a hozzáállást szüleitől tanulta, akikkel ebben a belvárosi házban nőtt fel. Életem első 24 évét itt töltöttem édesapámmal, édesanyámmal. Ez egy nagy tágas udvar volt, nem voltak fák, és gyerekkoromban feleségem el se hitte és kinevetett vele, hogy én napi 6 órákat rúgtam a vört. Hát ez volt ifjúságom színhelye, fáradj be, itt rögtön balra, ez volt az én birodalmam, itt volt egy ágy, nem volt ez az asztal, még egy polc, ahol német nyelvű könyveimet tartogattam, és ez pedig a szüleim szobája volt, ahol csak minden változatlan tulajdonképpen, nem volt itt ez a ruhatartó, és a két ágya, a szüleim ágya így ilyen alakban voltak, de ez mind mellékes, mert a lényeg itt van. Ez az öreg pianinó volt János ifjú éveinek legfőbb kísérője, hiszen gyermekként 7 nap alá téve gyakorolt a hangszeren. A fiú azóta férfivá érett, akit a szülői házba lépve most is megrohannak az emlékek. Utoljára bő 5 évvel ezelőtt voltam itt, amikor édesanyám elment. Akkoriban ugye már csak hazalátogattam meglehetősen sűrűn, de azóta nem láttam ezt a lakást, úgyhogy most úgy föltolulnak az emlékek, és hát az ember ilyenkor enyhén szólva megrendül. Kovács János pedagógus szülők gyermeke, édesanyja óvónő volt, édesapja Budapest szerte elismert magyar-latin szakos gimnáziumi tanár. Távozását követően tanítványai egy könyvet adtak ki, szeretett tanárukra emlékezve. Az apukám volt a példakép. Tehát az, hogy az ő véleménye, az ő létezése, az, hogy körül rajongták, miatt ő volt a példakép. A közvetítő, ez áll a könyv borítóján. Beszédes cím, amely átszövi Kovács János egész életét és pályáját. A szüleimtől nyert pedagógiai érzék, vagy egyszerűen nevezük csak úgy, hogy egy közönséges szeretet mindig megkönnyítette a dolgomat, mert ezáltal úgy zenekarral, mint énekes kollégáimban, vagy kórussal, bárkivel mindig nagyon oldottan és természetesen tudtam közlekedni. Kovács János a hazai és a nemzetközi komoly zenei élet meghatározó alakja. Számos európai városban fellépett vendégkarmesterként 10 évig volt a Magyar Állami Operaház első karmestere. Mindent elkövet egészsége megőrzéséért. Egy korábbi szívbetegsége miatt minden nap edz, igaz nem egy szokványos szobabiciklin. Most az átlagom napi 1 óra egyfolytában tekerés, kb. 26 kilométerrel, és operaházi gondnokunk, kedves barátom Cigner Laci felszerelte rá ezt a kottatartót, mert egyébként 1 órám nem volna erre a baromságra, és így a kecske is jól, akik káposzta is megmarad. Most éppen Bartók Kossuth szimfóniája van terítéken, de bőven van miből válogatni, elnézve a falakat körbefutó partitúra bokrokat. A lakás főékessége mégis a nagyszoba, amit János elhunyt feleségének, Sudlik Máriának szentelt. A Liszt Ferenc díjas szoprán énekesnő több mint 30 éven át tündökölt az opera színpadán. Ez életes sok nagy sikere közül az egyik legnagyobb. Offenbach Kékszakáll lovagjában, ő volt Bulott, Kékszakáll lovagnak a 7. felesége.
egy parasztlány, egy tenyeres talpas tehemészlányból lett aztán, és elképesztő, hogy látszik rajta, hogy micsoda mókamester volt, és hogy tudta magát kelletni. Kovács János és Sudlik Mária 40 évig voltak házasok. Ismerettségük munkakapcsolatnak indult, amely barátsággá, majd szerelemmé érett. Egyszer kirándulás közben felém fordult, és teljesen ártatlan szemekkel azt mondta: édes fiam, én téged nagyon szeretlek, de tudod, mire kell ezt te nekem? Nem. Hát arra, hogy két előadás közt kitöltsd az űrt. És ebben semmi bántó szándék nem volt, mert ő egyszerűen őszinte volt, és valóban az élete az volt, hogy a színpadra kimenjen és mutassa magát, és átlényegüljön. Ő szó szerint ezt tette, és viszont a második legfontosabb én voltam az életében. Kovács János és Sudlik Mária együtt kéz a kézben élték át a sikerek örömét és az elmúlás fájdalmát. Tulajdonképpen 2,5 év után lenyugodtam, így félig azt mondhatom, hogy van egy új életem, de nem nélküle, tehát ő már megmarad.